Sziasztok! Ebben a videóban az őszi kedvenceinket fogjuk nektek megmutatni. Mivel külön-külön nem sok dolog jött össze, ezért gondoltuk, hogy ismét egy közös videóval jövünk, és így összedobva már elég sok dolog gyűlt össze ahhoz, hogy egy videóban mutathassuk meg nektek. Úgyhogy kezdjük is! Az első kategória az ilyen szépség és sminktermékek. Nekem ebből kettő kedvencem volt így össze. Az első egy alapozó, a Rimmelnek a Stay Matte alapozója, ami így néz ki. És ezt még a Glamour napokon vettem, úgyhogy 50% kedvezmény volt rá, úgyhogy megérte. És nekem nagyon tetszik, mert egy kicsit ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, talán ilyen habos, vagy olyasmi az állat, de nem kell habot elképzelni, csak olyasmi. És tényleg, amikor felkenem, akkor teljesen van. Tehát néha gondolkozom, hogy még fúzásra kéne, de azért kell. Szóval szerintem nagyon jó, tényleg matt és nagyon jól is fed, és nem, egyáltalán nem kell sok ahhoz, hogy befedjük fel az arcunkat, vagy akár egy részét, mert nagyon kicsi is elég sokat letapar, úgyhogy nekem ez nagyon bevált. A második pedig egy szempüves spirál, amit már láthatatok a halloweeni videóban. Ez a Miss Sporty-nak a, most már tudom, hogy kell mondani, Pump Up Booster vízálló szempilla spirálja. Én is kettő dolgot szedtem össze. Az egyik az egy rúzs, mégpedig az Essence-nek a 04-es árnyalata. Egy ilyen fekete kupakban van, és középen van a színe, hogy milyen színű. Jó hosszas keresés után találtam rá erre a színre, ami olyasmi bordó, mint amilyen Gucci most rajtam van. Igazából elég régóta akartam már egy olyan rúst, amit hétköznapokon is feltehet az ember, mert hogy annyira nem feltűnő, nem azt látják rajta, hogy jó, hogy ilyen nagyon kis sminkelt csajci, viszont közben meg azért mégiscsak látszódik, mert hogyha már az ember felrak valamilyen rúst, akkor látszódjon. Ezért tehát ez most nagyon szeretem, és az egésznek ugye a minősége is nagyon jó, mivel már volt is olyan, hogy ettem vele, akkor se jött le, illetve jó fura, hogy nézel engem. Ja, bocsánat! Oké, akkor nem téged nézlek. Te jó ég! Mit a mászolt rajta? Bocsánat. Jó, szóval tartottam, hogy én a minősége. És a minőségét tekintve is mindenkinek csak ajánlani tudom. Aztán a másik sminktermék pedig a szempilla spirál. Általában a szempilla spirálok nálam olyan, hát mondjuk 3-4 hónapot bírnak ki. Ez a legalapabb dolog, amit én majdnem minden nap használok, mint ugye mások is sokan. És most jött el az idő, hogy vegyek egy újat, mégpedig az Essence-nek a Get Big Lashes szempilla spirálja, amit hát látjátok, hogy ilyen rózsaszínes üvegben van, és a legjobb vagy... Az a lényeg, hogy ja, kinyitom, igazából az alapján választottam, hogy milyen ez a fekete része. Köszi. Igen, szóval az a lényeg, hogy ilyen kicsit ilyen befeldített a ecset része. Görbe. Igen. Ez is olyan, hogy igazából azoknak ajánlom, akiknek egyenesebb így a szempillája, viszont nem akarnak szempillagöndörítőt használni, szóval például neked. Szóval igen, ezt is nagyon szeretem, és az árakról pedig annyit, hogy ezt nem emlékszem, hogy mennyi volt, az Essence terméket szerintem olyan 1000 környékén, a rúzs viszont 800, azt tudom, mert nem rég vettem, szóval... Nekem is ez a következő kategória a film és sorozat. Én nekem egy kedvenc filmem volt ebben a elmúlt két hónapban, vagyis ősszel, ami a Galaxis őrzői, ezt moziban láttam az öcsémmel, és igazából csak úgy mentem el rá, hogy hát nem számítottam semmi sokat, tehát anyukám elküldött, hogy vigyem el valami filmre a tesóimat, és akkor igazából nem, tehát jó, akkor ez jó lesz nekik. De nagyon meglepődtem, mert nagyon-nagyon vicces volt, tehát ezt meg kell mondani, hogy a legjobban azt tetszett benne, hogy nagyon kifigurázza ezeket az ilyen hűséges jeleneteket, és tényleg nagyon lehet rajta nevetni. Ezt igazából csak utána láttam rengeteg cikket róla, meg hát csak úgy az interneten dolgokat, hogy tényleg mennyire jó is kb. Ez a legjobb szuperhősös film. Úgyhogy én tudom akárkinek ajánlani, aki szereti az ilyen vicces dolgokat, de azért szuperhősös, meg hogy szóval egy jó történet. Nekem nagyon tetszett, úgyhogy ajánlom nektek is. Nekem pedig így ősztel, illetve
így főként októberben egy kedvenc sorozatom lett, mégpedig a Walking Dead című sorozat. Hát ez a sorozat szerintem nem kell róla sok mindent mondanom, mivel hallani szerintem már mindenki hallotta. Én a Trónok harcához hasonlítanám, mivel hát nem egy ilyen lányos történet, és eléggé egy durvább világot mutat be, már csak véres jelenetekből is bőven van benne, meg hát úgy valamennyire rám lelkileg is hatott, mivel ugye az, hogy az emberek elvesztik a szeretteiket, eléggé megjelenik benne, mint ahogy a Trónok harcában is, és ugye ez egy olyan dolog, ami velünk normális emberekkel is megtörténik. Magában a történetben egy vírus terjeng, és az emberek ezáltal zombikká változnak, hogyha meghalnak, és ezelő menekülnek ugye az élők, és igazából az a vicces, hogy én amikor elkezdtem, akkor nem értettem, hogy amikor két ember találkozik, két ismeretlen ember, akkor miért nem fognak össze, vagy miért nem örülnek egymásnak, hogy na végre még egy élő, mert tök kevesen vannak. Nem az van benne, hogy egy rossz és egy jó küzd, hanem vannak a halottak, és vannak az élők, és még az élőkből is vannak a rosszak. Szóval nagyon izgalmas és nagyon színes történet. Akik szeretik ezeket a kicsit ijesztő sorozatokat, hát igen, véres sorozatokat, viszont szeretik az ilyen változatos izgalmakat, azoknak mindenképpen ajánlom. Panninak is ajánlom, mert Panni nem nézi. Jó, én nézném. Következő kategória kedvenc könyvek, amiből csak nekem van, mivel Lina inkább sorozatokat néz olvasás helyett. Kedvenc könyveim ebben a hónapban. Az első az Éhezők viadala volt. Igazából erre mondhatnám azt, hogy örök kedvenc, mert már most olvasom harmadjára. Szóval először 2 éve olvastam, aztán tavaly megint elolvastam. Mielőtt kijött a moziban a második rész, megint elolvastam mind a 3 részt, és akkor most megjön a 3. rész, úgyhogy megint elolvasom őket, és mindig ugyanannyira tetszik, úgyhogy aki még esetleg nem olvasta, annak nagyon ajánlom, aki a filmet látta, de nem olvasta, annak pláne ajánlom, mert szerintem sokkal-sokkal jobb, mint a film, bár az se rossz, de hát a könyv az eredeti, úgyhogy most sajnos szüneteltetnem kell a második rész olvasását a kötelezők miatt, de egyébként ez volt a kedvencem. A másik kedvencem pedig... Gabriel... Elolvasom neked. Gabriel García Márquez. Igen, Gabriel García Márqueztől a Szerelem a kolera idején. Ez, hát igen, nem mai könyv nyilván, de nekem nagyon tetszett. Elég hosszú volt a története is, átmegy egy egész ember életen konkrétan, de nagyon jó. Szóval nem annyira tipikus szerelmes történet, vagy egyáltalán nem annyira tipikus történet, de szerintem nagyon jó, szóval én nagyon élveztem olvasni, és már láttam a filmet korábban, úgyhogy voltak belőle emlékfoszlányaim, de szerintem én mindenkinek tudom ajánlani, aki szeretne egy komolyabb könyvet olvasni, de azért ami mégis romantikus. Nos, az elékel az a helyzet, hogy mindketten ezzel úgy vagyunk, hogy nagyon sok kedvenc zenénk van egy-egy hónapban vagy időszakban, úgyhogy igazából nem lehet ezek közül egy-kettőt felsorolni, vagy akár az összeset, és egyszerűbb is volt ez nekünk, hogy készítettünk egy lejátszási listát, ami rajta van a csatornánkon, de be is linkeljük ide a videó alá, és ezen a lejátszási listán meghallgathatjátok az összes őszi kedvenc zenénket, úgyhogy elég csak rátapintani, és végig megy az egészen, vagy azt hallgatjátok meg, amiket szeretnétek, szerintem nagyon praktikus, és jó. Folyamatosan frissül, és mindig lesznek újabb lejátszási listák, ahogyan jönnek az emberek. Aztán a kedvences videókban most egy újítás következik, ugyanis mind a kettőnek lett egy kedvenc helye az elmúlt időszakban. Tehát aki budapesti, annak ajánljuk, hogy ellátogasson ide, és aki pedig nem, annak ugye nyilván nehezebb. De maga a hely, ami nekem a kedvencem, az nem más, mint a Vintage Garden. Ennek is ennek az étteremnek, igen, ez egy étterem, aztán majd egy étterem, igen. Nyilván mind a kettőnek kajás. A honlapját, vagy amit találok róla, azt lerakom majd ide a leírásba, és ott megtalálhatok minden fontos információt, vagy hogy konkrétan hol található. Az őszi szünet legelején voltam ott pár barátnőmmel, és egy nagyon-nagyon hangulatos és gyönyörű hely. Igazából az egésznek a stílusa, amilyen bútorok és dekorációk vannak ott, azok teszik különlegessé. Képeket is bevágok majd mindjárt róla. Az árkategória viszont egy kicsit feljebbé, szóval drágábbak ott az ételek, amik amúgy nagyon-nagyon finomak, ugyanígy az italok, viszont nyilván nem egy olyan hely lesz, mint a McDonald's, hogy majd mindig odajár az ember, mivel hát azért drágább.
Úgyhogy azért ajánlom, hogy egyszer mindenki látogasson el, mivel ezt mindenkinek látnia kell, meg kóstolnia kell, és remélem, hogy nektek is elnyeri majd a tetszéseteket, vagy hogyha már voltatok ott, akkor remélem, hogy nektek is tetszett. Kedvenc helyem is egy ilyen kajás hely, nem egy étterem, hanem a Donut Library, ami szintén Budapesten található, és ez már két helyen is van. Én úgy ismertem meg, hogy a második üzlete az nemrég nyílt a sulim közelében, és egyből barátnőimmel mentünk, hogy megnézzük, hogy milyen hely is ez pontosan, és hát ahogy már a nevéből is lehet hallani, ez egy fánkos hely, tehát az ember bemegy, és rengetegféle fán közül lehet választani, amik nagyon-nagyon finomak, tehát tényleg nem csak az, hogy jól néznek ki, de nagyon finomak is, és mindenféle ízesítésben és díszítésben meg lehet őket találni, de egyébként maga a hely is belülről nagyon stílusos, tehát nagyon jó zene szól, akkor vannak ilyen kis helyek, ahol le lehet ülni, még könyvek is, amiket lehet olvasni, szóval az egész nagyon hangulatosan néz ki, és szerintem tényleg jó, és még az ára is jó szerintem, tehát hogyha egy fánkot vesz valaki, az 300 forint, és lehet ott fogyasztani, vagy elvinni, lehet még venni forró csokit, vagy kávét igazából, azokat már annyira nem néztem meg, mert én a fánknál leragadtam, de azért még van választék azon kívül is, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, ennek a helynek is meg lehet találni majd a weboldalát a leírásban, és ott vannak a pontos címek is, hogy hol lehet találni ezt a két üzletet. Végül a kedvenc ruhadarabjainkat a vlogba találhatjátok meg, mivel ismét kimentünk és fotóztunk együtt Fannival, és ezeket a képeket tehát a vlogban találhatjátok, aminek a linkjét a leírásba rakjuk, és szokás szerint ott lesz az, hogy melyik üzletben vannak, reméljük, hogy ezek is tetszeni fognak nektek. Ennyi lett volna a kedvences videó, köszönjük, hogy megnéztétek, és hogyha esetleg valami megtetszett nektek ebből a videóból, akkor mivel kedvences, bátran álljuk, hogy vegyétek meg, vagy nézzétek meg, vagy hallgassátok meg, vagy menjetek el. Mert ez a videó egyébként nem szponzorált, tehát ezek tényleg a mi kedvenceink is, nem reklámozunk semmit, hanem csak az, ami nekünk tetszik. Úgyhogy ennyi lett volna. Sziasztok!